Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai víkendben egy nyuszi robbantja majd a cuki bombát, de szó lesz színházról, könyvről, kiállításról, és természetesen programokat is ajánlunk majd a figyelmükbe. Rögtön egy télűző farsangi futást, vendégünk a Szervező Egyesület képviseletében Gyurcsány Gábor. Szia, jó estét! Jó estét, üdvözlöm a nézőket! A Szervező Egyesület nem más, mint a Mozaik Med Sport Egyesület, úgyhogy egy kicsit benne van az, hogy itt valamilyen gyógyító tevékenység folyik, és hát ugye egy ilyen futás meg nem másról szól, mint a prevencióról, mert azért aki rendszeresen fut, az biztos, hogy hozzátesz egy picit az egészségéhez. Ez már a második ilyen futás, amit megrendeztek. Milyen volt a legelső, milyen emlékeitek vannak róla? Ugye az első az gyakorlatilag egy ilyen kis saját magunknak, az Egyesület tagjainak szervezett egy ilyen kis fun run volt, ami szerintem túlszárnyalta az elképzeléseinket, mert az Egyesületünkből elég sok, illetve aki az Egyesületünk keretében szokott futni heti rendszerességgel, közülük elég sokan jelmezt, hát nem tudom honnan szereztek, de minden esetre öltöttek magukra, és elég jópofa kis futás lett, ilyen örömfutás lett a vége, és ezen felbuzdulva gondoltunk egyet, hogy vigyük tovább ezt a történetet, és egy kicsit bővítsük ki a kört, és szólítsuk meg itt a városlakókat, és együtt űzzük el a telet. Én most Borsod megyében jártam egy hasonló futáson, ott is már másodszor rendezték meg, és nagyon vicces azt látni, hogy mondjuk rohan egy nem tudom, krokodil, utána egy apáca, aztán Cézár maga, a római császár, és akkor természetesen aki olyan bevállalós, azért azok mindegy picit, hogy is mondjam, a szó jó értelmében őrültek, mert az is látszik, hogy ezek az emberek tényleg rendszeresen futnak, és szokták mondani, hogy a futás egy monoton dolog, főleg a hosszú távfutás, és talán ilyenkor jól is esik nekik egy picit megtekerni ezt a történetet és fölvenni valami vicceset. Úgy tudom, hogy egyébként az egyesületetek valóban azért fut, hogy, illetve azért jöttetek össze, hogy az egészségről és a sportról is szóljon ez a történet. Hogy néz ki egyébként a hét, illetve a hónap, meg az év többi részében? Mennyiszer találkoztok, hányszor futottok? Az egyesületünkről azt kell tudni, hogy ez Debrecenben alakult. Két debreceni orvostanhallgató, az egyik nyíregyházi szélet és a másik debreceni alapította meg ezt az egyesületet, azzal a céllal, hogy minél több embert állítsanak fel a tévé elől, és mivel ők futottak, ezért azt a futás nevű sportot választották ki, hogy egy ilyen közösségi formában minél több emberhez jusson el a rendszeres mozgásnak az üzenete. Ugye a rendszeres mozgásnak a jótékony hatásairól szerintem mindenki tud, viszont ahogy te is említetted, ezt egy közösségben sokkal könnyebb elkezdeni és utána csinálni is. Nekünk gyakorlatilag már 4 éve Nyíregyházán hétfőnként van közösségi futásunk, ingyenes közösségi futásunk, ahol bárkit várunk, aki szeretne mozogni, akár úgy is, hogy mondjuk egy 20 percet sétál, vagy akár azokat a versenysportolókat is, akik keményen megnyomják azt a 30-40 percet, amíg futnak. Jelenleg ezek az edzéseink, ezek hétfőnként 6 órától a bújtosítónál vannak, de amint eljön a jó idő, hogy nem sötétek be ilyen hamar, visszamegyünk a sóstói tornapályára, és ott folytatjuk ezt a dolgot. Gyakorlatilag akkor mondjuk, aki most még hétfőn oda megy a bújtosra, akkor nyugodtan csatlakozhat? Tehát teljesen vadidegen módon is oda csapódhat hozzátok? Így van, teljesen vadidegen módon, akár egyedül többen, nagyon szeretettel várunk bárkit, aki egy picit mozogni szeretne. Azt kell tudni, hogy itt tényleg tártkarokkal fogadunk bárkit, aki egy kicsit is elköteleződést érez a futás iránt. A közösségeknek mindig van egy olyan borzasztóan erős megtartó ereje, meg motiváló ereje, hogy amikor az ember nagyon csügged, vagy elmegy a kedve, akkor is egy kicsit vissza tudja tartani, és a jó ügy érdekében megfordítani. Van igazi sikertörténetetek, amikor olyan embert is sikerült átnevelni, aki egyébként tényleg életében soha nem futott? Igen, több ilyen is van az egyesületünkben, több olyan ember is van, aki komoly betegséget leküzdve váltott, és azt mondta, hogy oké, akkor most már teszek valamit az egészségem érdekében, illetve hát én magamról is el tudom mondani, igaz, én még az egyesülettel való megismerkedés előtt, de pontosan ezért kezdtem el futni, mert egy kicsit túlsúlyos voltam, és azt gondoltam, hogy valamit muszáj kezdeni. Nálam a futás ragadt meg, és utána szerencsésen összetalálkoztunk így az egyesület tagjaival. Na, akkor csináljunk egy kis
kis reklámot ennek a farsangi történetnek. Tehát gyülekező 9 óra 45 perckor, de mikor is pontosan? Melyik nap? Vasárnap, ezen a héten vasárnap, így van. Tehát 9:45-kor akkor már érdemes ott lenni, mégpedig az erdei tornapályán, ugye? Mi történik? Utána kis bemelegítés, gondolom. Igen, 9, hát én azt gondolom, hogy már azért 9:30-kor már tártkarokkal várunk mindenkit, és 10 órától egy közös bemelegítés fog tartani Leszzsófi zumba oktató, és utána ez kb. Egy negyed órás program lesz, és utána elindulnak a jelmezes futók az erdei tornapályáról egészen ki az erdőn keresztül a vasúti sinekig, és onnan vissza mindenki a saját tempójában, a saját kis közösségében, a saját jelmezében nyilván. Természetesen jöhetnek iskolák, ovik, nagyszülők, tehát korra és nemre való tekintet nélkül. A közösségi oldalon egyébként van egy oldalatok, ahol már a tavalyi képeket is lehet nézni, és aki most ott lesz jelmezben, akár pár hét múlva viszont láthatja, milyen címet írjanak be a keresőbe, akik. A mozaikmedesét, hogyha megkeresik a közösségi oldalon, akkor megtalálnak minden hasznos infót. Miután visszaérkeztünk a tornapályának a közepére, utána pedig díjazni is fogjuk a legjobb jelmezeket, tehát mind a felnőttek között, mind a gyerekek között ajándékot fogunk kisorsolni, és hát ugye nem múlhat el futás frissítés nélkül, úgyhogy egy kis terülyasztalkámra várunk mindenkit, aki ott marad. Akkor szerintem még a vasárnapi ebéd előtt, hogyha valaki ezt a pár kilométert letolja, nyer egy kicsit felfrissül, és akkor azzal a tudattal ülhet le a bőséges vasárnapi ebédhez, hogy mindent megtett a egészségért, és reméljük utána pedig csatlakozik az egyesülethez hétfőnként egy jó csapathoz, és együtt mozoghattok majd. Így van, várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönjük szépen az infókat, Gabi. Én is köszönöm. Kedves nézőink, egy ilyen futás után akár bűntudat nélkül is részt vehetnek az 5. nyírségi disznótoros fesztiválon. Először egy kis ízelítő jön a tavalyi rendezvényről, majd a szervezők mondanak el minden fontos információt. Disznótoros Fesztivál és 21. nemzetközi böllérverseny. Igazából túl sokat nem változtattunk magának a versenynek a metodikáján. Ugyanúgy díjazni fogjuk a fogópálinkát, a forralt bort, a hurkát, a májas hurkát, véres hurkát, a kolbászt, a toroskáposztát, a menüsort, a legszebb portát, illetve a legnépszerűbb csapatot. A hurka kolbász toroskáposztából első, második, harmadik helyezett lesz, a többiből csak egy-egy, illetve a legfontosabb, a legjobb böllér, akit díjazni fogunk. A Nemzeti Gasztrószövetség adja a zsűrit, és ott még nem véglegesedett, hogy kik lesznek a zsűri tagjai, lesznek benne visszatérők, István András, ő biztosan, Szoboszlai Gyula biztosan, a többi zsűri tag még nem végleges. Most jelenleg 22 csapat, aki a jelentkezését beadta, és ez most körülbelül egy olyan mutató, hogy a jelenlegi helyzetben több csapatot már nem is nagyon tudunk fogadni. Későbbiekben, hogyha ettől lesz több csapat, akkor át kell gondolni és át kell formálni a csapatok elhelyezését, hiszen a porták azok korlátozva vannak. Én úgy gondolom, hogy a szervezőség, illetve a csapatok munkáját, akik eddig jelen voltak,
azt ismerve egy ilyen 20-25 ezer adag étel biztosan elkészítésre és kiosztásra fog kerülni. Ilyen biztosan nem kell hazamenni senkinek. Azt gondolom, hogy most ezt nagyon várják. Ugye a saját Facebook posztomból megítélve azt gondolom, hogy mindennél erősebb a megosztása és a látogatottsága. Nyilván nagyon készültünk rá, és nagyon készülünk rá, mert az elmúlt 4 évben is nagyon jelentős tömegeket vonzott meg, és nem csak nyíregyháziakat, nem csak a környékbelieket vagy a megyebelieket, hanem vármegye határon túliakat is. A hotelek általában, amelyek nyitva voltak, ekkor az teljesen fura üzemelhettek az ide látogató turistáktól. Ez egy olyan hagyomány, azt gondolom, amit tartani kell. A szervezők azokra is gondoltak, akik a hagyományoknak megfelelően ilyenkor szigorúan betartják a böjt szabályait. Aki szeretne ezzel élni, hogy húsmentes ételt szeretne fogyasztani, arról is gondoskodtunk. Nagyon sok kézműves kereskedő van, aki készül különböző töltött lepényekkel, lángosokkal, krumplilángossal, egyéb olyan étellel, ami teljesen húsmentes, tehát az ő igényeiknek is meg tudunk felelni. Gondoltunk a gyerekekre. Ennek megint a busók, ugye panyolai alakoskodók, erős népzenei vonalat szeretnénk tartani ezen a rendezvényen, meg hát remélem, hogy a jó hangulat is velünk lesz a jó idő mellett március 4-én. Bár maga a rendezvény március elejére esett idén, a szervezők már januárban elkezdték a munkát. Mert tudtuk azt, hogy nem tudjuk megcsinálni majd csak március környékén ezt a Böllér Fesztivált, mert nem lesz költségvetésünk technikailag, és az nagyon kell ahhoz, hogy egy önkormányzat tudjon működni, és tudja egy nagy rendezvénye törvényes keretek között pénzszerződéssel kiutalni. De azért egy hosszú dolog, de ezt fel kell építeni, hogy legyen, hogy mi az, ami standarden megmarad, például az ingyenes buszjáratok, az ingyenes belépés, a szúrásnak a menete, tehát az hagyományos legyen, olyan, amit az Unió is elvár. Nyilván a ellenőrző telepről jöjjenek ezek a sertések, fogyaszthatók legyenek. Tehát ennek egy nagyon sok olyan kérdés van, amelyet azért tisztázni kell. A biztonságtechnika nagyon fontos, mivel Múzeumfaluban vagyunk. Ugye ez egy olyan rendezvény, ami általában nem száraz rendezvény, hanem van, aki azért fogyaszt különböző alkalmas italokat is, tehát nagyon sok biztonsági őr kell, hogy itt azért rend és fegyelem legyen, de azért a menetet pörgősen kell csinálni, hogy ha az emberek kijönnek, akkor egyrészt egy olyan környezetbe találják magukat, ami tetszik nekik, legyen elég pad, elég szék, ahol tudnak leülni, és legyen elég étel legfőképpen, mert egy nagy rendezvénynek az a halála, hogy így fogalmazzam, hogyha elfogy a kaja, és aki délután akar kijönni, az nem tud enni, vagy nem tud olyat enni, amit szeretne. Úgyhogy van jó néhány csapat, aki igen nagy mennyiségű étellel készül, és ők a biztonsági tartalékaink. Ezeket pedig gasztrojeggyel kóstolhatják majd meg az érdeklődők. A gasztrojegy az azt jelenti, hogy mindenki kóstoló jegyezi, tehát azért tartom fontosnak elmondani, hogy gasztrojegy, mert 500 forintos egységáron lesz értékesítve a Múzeumfalu több pontján, és a csapatok maguk fogják eldönteni azt, hogy például egy adag toroskáposztát hány gasztrójegyért értékesít, hiszen a jelenlegi áraknál nem várható el, hogy egy adagot mondjuk 500 forintért odaadjanak. A versenyző csapatok mangalicából készült ételekkel várják majd a zsűri tagjait és a látogatókat. Több csapat jelezte, hogy 2 disznót is vágnak. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy népszerűsítsék ezt a sertésfajtát és az ebből készült ételeket. Mindemellett persze a régi disznótorok hagyományait is ápolják. Nyilvánvalóan a nagy disznóvágási időszaktól, ami Szent András naptól tartott egészen nyilván a bőti időszaknak a kezdetéig, ez egy olyan régi hagyomány, itt a Kárpát-medencében, amelyet illő tartani. Ugye minden reggel én kint vagyok már a disznóvágások előtt, és mindig szoktam örülni annak, amikor nem csak az idősebbek jönnek el, hanem a fiatalabb apukák elhozzák a gyerekeket is. Ilyen korán, a hidegben, azért, hogy lássák azt, hogy hogyan is szúrták régen az ő nagyapjaik, még annak idején a
a disznót, mert ez a kultúránknak a szerves része, és én is mindig kín vagyok, mert gyerekkoromban nálunk is szúrtak, édesapámék, meg nagyapámék legfőképpen, sőt én szúrtam naposamban is elég sokat, de attól függetlenül látszik az, hogy van egyfajta ilyen vonzalom a magyar embereknek ezzel a disznóvágással kapcsolatban, és a gasztronómiánknak a nagy része azért a sertéshúshoz és az annak különböző feldolgozásához kapcsolódik. A 2023-as szóvivő Bálon az ország keleti régiója került a reflektorfénybe. A rendőrség vármegyei szóvivője Fedor Rita vehette át a dr. Lasz György rendészeti kommunikációért díjat, aki itt van velünk a stúdióba, és szívből gratulálunk, kezdjük ezzel, mert szerintem ez egy fantasztikus díj, és gondolom, hogy nagyon nagy öröm volt. Nagyon szépen köszönöm. Hát mindenképpen fantasztikus. Ugye ez egy, mondhatjuk, hogy szakmai díjak körében, a rendészeti szakmai díjak körében egy exkluzívnak mondható díj, hiszen ez amellett, hogy szakmai javaslatra történik a kiválasztás, hogy ki lesz az idei év vagy az adott év díjazottja. Emellett azért ugye jóváhagyás kell hozzá a szóvivői egyesület elnökségi tagjaitól is, ami pedig már egy picit talán a civil irányba hajlik, úgyhogy ez egy komplex díj, szakmai, de egyben ugye a társadalom részéről is egyfajta visszajelzés, ami megerősíti az embert az eddigi tevékenységében, hogy talán jó úton jár és jól csinálja, amit csinál. És újabb motivációval lát el szerintem a következő évekre, évtizedekre. Mielőtt még beszélgetünk magáról a díjról, el is hoztad, úgyhogy mutassuk meg a nézőknek. Igen. Itt volt egy pár percünk, és említetted, hogy a díj maga ugye nem egy plakett, hanem egy antik aranyóra, úgyhogy valaki ezt viseli, valaki a vitrínben tartja, nyilvánvalóan egy különleges példány, úgyhogy mindenképpen... Én az utóbbi közé tartozom, én azt gondolom, hogy nagy becsben fogom őrizni a vitrínben, és bizonyos alkalmakra biztos, hogy ha illik az öltözethez, akkor viselni is fogom, de nem egy mindennapi viseletnek gondolom. Tehát a díjhoz egy gyönyörű szép oklevelet kaptam, ami ugye dr. Lasz György emlékére címmel íródott, és ugye megvan benne nagyon szépen fogalmazva az, hogy milyen célból alapították ezt a díjat. Ugye a dr. Lasz György özvegye, illetve örökösei két fia alapították ezt a díjat, és idén 17. alkalommal osztották ezt ki. 19-nél tartanánk, de 2 évben, ugye tavaly előtt a pandémia és egyéb más dolgok miatt elmaradt a szóvivői bál, úgyhogy így lettünk, én lettem a 17., a 7-es egyébként is a szerencse számaim közé tartozik. Egy nagyon szép oklevél, amit természetesen be fogok kereteztetni, és az irodámban majd kiteszem, hogy minden nap emlékeztessen erre a csodálatos eseményre, aminek a keretében ezt a díjat átvettem. És az órához még csak annyit, hogy amellett, hogy egy antik aranyóra, emellett azért a hátlapjában gyönyörűen beregravírozva látható, hogy milyen alkalomból is kaptam én ezt, úgyhogy ez is emlékeztetni fog majd mindig erre a jeles alkalomra. Dr. Lasz György nemzetközi rendőrségi és biztonságpolitikai szakértő volt, és tulajdonképpen kiváló rendőr címbirtokosa is. Arra gondoltam, hogy vajon voltak-e példaképeid mondjuk így az elmúlt 25 évben, vagy voltak-e olyan meghatározó emberek, akik talán odáig hatottak a te életedben, hogy most ezt a díjat át tudtad venni. Igen, abszolút igaz. A dr. Lasz György is egy jól csengő név a szakmában, hiszen ő volt az első talán, aki a rendszerváltást követően rengeteget tett a rendészeti kommunikációért, hiszen azért elmondhatjuk, hogy a szervezeti kommunikáción belül maga a rendészeti kommunikáció egy sokkal szűkebb szegmens és sokkal kötöttebb keretek között kell tevékenykednünk, úgyhogy ahhoz, hogy ez a fejlődés, ahol most tartunk, kialakuljon, azért neves elődök munkáját birtokolja, és köztük az első volt talán ugye Lasz György. És hát persze, amikor én kezdtem ezt a szakmát,
17 évvel ezelőtt a rendőrség kötelékében, akkor még az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője Garam Völgyi László volt, akinek a neve szintén nagyon jól cseng ebben a szakmában, hiszen írói tevékenységére is, de egyébként a Lasz György esetében is mondhatjuk, hogy íróként is alkotott, és maradandót alkotott ő is, úgyhogy ők mindenképpen meghatározó emberek voltak az én életemben is, az én munkavégzésemnek az alapköveit ők adták meg. És hát én egy nagyon jó szakember mellé kerültem ide 17 évvel ezelőtt a Nyíregyházi rendőrkapitányság kötelékéből. Sokan emlékeznek rá a nézők közül is, sokat volt itt a stúdióban. Fülöp Gergely kollégámról beszélek, aki most a BRFK-t erősíti, még mindig kommunikációs területen. És én tulajdonképpen közvetlenül pedig az ő keze alatt tanultam ki ezt a szakmát. Ezen a bálon ugye nem egyenruhába voltál, hanem egy gyönyörű estébe, ahol tényleg a nőies oldalad mutattad meg, de közben azért azon gondolkodtam, hogy az átlagember számára valahol mégiscsak emberként kell egy szóvivőnek, azt hiszem, dominánsan megjelenni. Ugyanakkor mondjuk a rendőrség berkeiben nyilvánvalóan nagyon komoly szakmai keretek is vannak. Mit tartasz a legfontosabbnak mondjuk a saját tevékenységedben, vagy a filozófiád mondjuk a szakmában mi? Én is azt gondolom, hogy nem csak a rendőrség munkáját, de az egyenruha mögötti embert is meg kell, hogy mutassuk. Ennek nyilván az állampolgár számára az első, akit lát, az a szóvivő. Ő áll ki az emberek előtt, ő közvetíti az üzeneteit, ő mondja el a híreinket. Ezért én azt gondolom, hogy néha mernünk kell az emberi mi voltunkat is megmutatni a mi iránt érdeklődő emberek számára. És ez az alkalom tényleg olyan rendhagyó volt, ami még nekem is rendhagyónak számít, hiszen kaptam már elismerést az elmúlt évtizedekben, de soha olyat még, amit civilben, sőt, nagy estéiben kellett átvennem. Úgyhogy ez számomra is egy nagyon meghatározó és egy nagyon szívmelengető pillanat volt. Természetesen, amikor értesültem arról, hogy ezt a díjat meg fogom kapni, ahogy az első megilletődöttségből felocsúttam, az volt az első gondolatom, hogy te jó Isten, mit fogok fölvenni. Igen, mert hogy egyébként nekünk nagyon egyszerű az öltözködési szabályzat, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor felöltjük az egyenruhát, és abban vesszük át az elismeréseket, de én nagyon örülök, hogy egy ilyet is megélhettem, és én azt gondolom, hogy többször kellene, és törekszünk is rá egyébként, nem csak a saját magunk vonatkozásában, mint kommunikációs szakemberek, de igyekezünk kollégáinkról is olyan portrékat alkalomattán megmutatni, amiben tényleg ők, mint emberek beszélhetnek egy picit arról, hogy hogyan is élnek ők, amikor nem az egyenruhát viselik és nem szolgálatban vannak. Itt nagyon sajnálom, elfogyott az időnk, pedig még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk. Csak egyetlen egy kérdés, milyen volt a fogadtatás, amikor visszajöttél Nyíregyházára a kollégáid körébe? Nagyon szeretetteljes, és a kollégáim köréből épp úgy, mint az ismerőseim, a barátok, az ismeretlenek, akik tényleg csak a tévén keresztül ismernek. Nagyon-nagyon sok pozitív és szeretetteljes visszajelzést kaptam, és azt hiszem, hogy az egészben ez a legcsodálatosabb. Hát ezt a szeretetet, vagy ezt az elfogadást kívánom a következő évtizedekre is, és nagyon sok sikert és elismerést. Köszönjük, hogy nagyon itt voltál, és gratulálunk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézők, amekkora elismerés volt ez a díj Ritának, olyan fontos egy fotósnak, ha külföldön is megmutathatja a képeit. A horvátországi múzeumok éjszakáján Csutkai Csaba fotóiból rendeztek kiállítást, amely vármegyénk értékeit mutatja be. Magyarország északkeleti szegletét, Szabolcs-Szatmár-Bereget mondják a Vizek megyéjének is. Ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről szóló kisfilmet is levetítették a horvátországi múzeumok éjszakáján, Zágrábban a Liszt intézetben. Az est főszereplője idén Kölcsey Ferenc szülőföldje, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye volt, amelyet az érdeklődők Csutkai Csaba fotóművész munkáin keresztül ismerhettek meg. Turóczi Zoltán kulturális attasén keresztül jött egy megkeresés felénk, aki ugye az Zágrábi Liszt intézetben dolgozik, és neki ugye nyíregyházi kötődése is van, hiszen hát ő nyíregyházi származású.
és Csutkai Csaba fotóit ő is ismerte, és egy ilyen kapcsolaton keresztül megkeresték a Vármegyei Önkormányzatot, hogy tudnánk-e esetleg segíteni azzal, hogy azt a kiállítási anyagot, illetve annak egy részét, amely Csutkai Csaba fotóiból készült el, és amelyen igyekeztünk bemutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyének a kincseit, a természeti értékeket, a kulturális értékeinket, vagy éppen a kastélyokat, kúriákat. Abból egy anyagot úgy döntöttünk, hogy mindenképpen akkor kivinnénk, és el is kísértük ezt a kiállítási anyagot Csutkai Csaba fotóművész úrral, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan különleges alkalom, hogy meg tudjuk mutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyét Horvátországban, hogy ezt mindenképpen egy kicsit alá is kell támasztanunk és hangsúlyoznunk kell. És hál' Istennek a kiállítás megnyitó mi is mondhattunk pár szót, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy a kiállítás megnyitó mellett adta kinti magyarok és azok a horvátok, akik eljöttek és megnézték ezt a megnyitót, ők mennyire szeretik a magyar embereket, mennyire szeretik Magyarországot, és nagyon megható pillanat volt az, amikor a kiállítás megnyitói részeként a himnuszról is megemlékeztek, és ráadásul olyan módon, olyan rendhagyó módon, hogy nem magyar anyanyelvű emberek, tehát horvát anyanyelvű emberek szavalták el magyarul a nemzeti imánkat. A nagyari kastélyokhoz hasonlóan a Tiszadobi is a legmagyarabb folyó mellé épült. Az Andrássyak hajléka a magyarországi historizáló kastélyépítészet egyik legszebb példája. Legfőbb nevezetessége a téli kert Ripőr-Rónai József festette üvegablaka, s a kert buxus labirintusa, amit már Magyarország egykori miniszterelnöke, a monarchia külügyminisztere ifjabb Andrássy Gyula telepített. Január végén nyílt meg a kiállítás, ez a himnusznak a ünnepével kapcsolatos sorozatba tartozott az ottani Liszt intézetben, és március elejéig látható. Itt megtekinthetőek azok a montázs hollásfotóink, amit fiammal, Csutkai Marcival együtt készítettünk, és pluszba azok a kazettás mennyezetekről készült jelképrendszereket bemutató rajzos fotográfiák is, ami megint a különlegességét tudja adni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájaknak. Én nagy örömmel készítem a szolgáltatóipari felvételeket is, amit én úgy hiszem, hogy avval az alázattal, tisztességgel kell megcsinálni, mint hogyha az ember úgy gondolja egy önálló alkotáshoz létre fényképezőgéppel. Én nagyon-nagyon nem szeretném ezt ketté, most én éppen olyan értéknek tartom a jó iparost is a szakmában, mint a kellő alázattal dolgozó művész, alkotó embert is. Nekem a saját szakmámon belül is egy nagy kirándulás és egy nagy öröm az, hogyha olyan felvételeket tudok készíteni, ami kevésbé a szolgáltatóipar felé tartozik. Ezeknek a dolgok, ami úgy össze is mosható, a portréfotózás egyik olyan ága, ami mind a kettőt érintheti, de valahogy ki tudom választani, válogatni azokat a felvételeket, ami valamivel több, mint egy igazolványkép. És én hiszem azt, hogy ezek a képek tudnak olyan értéket képviselni, és olyan dokumentum értéket is képviselni, ami megelégedettsége lehet a személynek is, akit ábrázolnak a portréim, és hát természetesen azok számára is, akik majd ezt a képeket örömmel nézik, és azonosulnak, és baráti kapcsolatokat tudnak találni a portréknál. Számos területe létezhet a dolognak, ami épületfotográfia, a színházfotó. Színházban 25 évet töltöttem, tehát az sem egy rövid időszak, ami szintén szakma a szakmában, és örömmel oldottam meg azokat a színpadi fotóknak a készítését, ami több volt azon kívül, hogy dokumentáltam az előadásokat. Kedves nézőink, ne menjenek messzire. A Weekend második részében ugyanis megmutatjuk, milyen egy igazán állatbarát ökosuli, és színházzal is foglalkozunk még. Köszöntöm a Weekend nézőit, ez már műsorunk második része. Nem tudom, önök hallottak-e már az ökosuli kifejezésről, hogy mit is jelent ez pontosan, arról Rusznyák Lászlóval és Szabó Mátéval beszélgetünk a következő percekben, akik egy nyuszit is hoztak a szemléltetés kedvéért, név szerint Sütit. Jó estét, sziasztok, estét. Szia Süti, szia Máté. Hát ugye Sóstóhegyre invitáljuk a nézőket, legalábbis most egy ilyen kis virtuális utazásra, de hát remélem, hogy nagyon sok sóstóhegyi néző, vagy akár tanuló néz most minket és ezt a beszélgetést.
A Szabó Lőrinc tagintézmény ugye elhíresült tulajdonképpen arról, hogy akik itt tanítanak és ide járnak, azok a gyerekek és diákok előbb-utóbb a természet szerelmesei lesznek. Mi volt előbb a gondolat, a természet szeretet, majd az állatsimogató, vagy egyidejűleg minden oldalról megpróbálták igazgató úrék ezt az álmot megvalósítani? Hát igen, először az ökoiskola program, az örökös ökoiskola program volt már meg. Az intézmény 2009-ben elnyerte ezt a címet, és erre építettük rá ezt az állatsimogatós, állatasszisztált oktatás részét tartalmazó programunkat. Tulajdonképpen ugye maga az, hogy állatvédőiskola lettek, ez 2022-ben volt, és itt a szoklevelek ezt is bizonyítják, ez már egy sokkal különlegesebb történet. Azt gondolom, hogy persze most nem is kell mérlegelni, hogy mi az értékesebb, mert mind a kettő az, de azért Magyarországon nem sok olyan, illetve ilyen jellegű intézmény van, úgyhogy ebben mondhatjuk azt, hogy példaértékűek és úttörők. Igen. Ez egy nagyon-nagyon különleges cím, három iskola nyerheti el, az állatbarát iskola címet és az állatvédő címet. Az állatvédő címet ugye is egy különlegesség, de az állatbarát iskola cím szintén. Ugye ez egy egész éves programot magában ölelő sorozat, ezt nem úgy lehet elnyerni, hogy csak beadunk egy pályázatot, és hát a pályázat alapján ezt elbírálják, hanem egy egész programsorozat szükséges, ami a Természettudományi Múzeumtól a Fűvészkertig, az állatparki nagyon sok összetett programot takar. Hát sajnos Sütit nem tudjuk megkérdezni arról, hogy érzi magát Sóstúhegyen, de Máté, téged meg tudunk arról kérdezni, hogy mennyire természetes dolog az, hogy mondjuk egy diáknak az ölébe egy nyuszi található, akár iskola időben is. Sok gyereknek nem adatik meg az, hogy esetleg bármilyen állatot kézben tarthasson, de ez az iskola szerencsére megadatta azt minden gyereknek, hogy az állatokkal megismerkedjenek, szóval úgy gondolom, hogy szerencsés az, aki ebbe az iskolába jár. Milyen állatok vannak, amelyek így kézbe foghatók, vagy akár megsimogathatóak nálatok? Inkább az apró állatok azok, akik terápiás jelleggel vannak az iskolában, de nagyobb termett állatokból is megtalálható, nem egy, nem kettő. Úgyhogy szerintem inkább a kicsiket ajánlom kézbe tartani. Például ugye akár ezt a nyuszit, hány ilyen gyönyörű nyuszi van nálatok a suliban? Körülbelül 20 darab. Neked volt valami előképzettséged, vagy kifejezetten ezért jöttél ebbe a suliba, mert tudtad, hogy itt kedvelik a természetet és az állatot, vagy közben szeretted meg te is az állatokat? Közben szerettem meg az állatokat, mikor én elkezdtem ebbe az iskolába járni, még nem volt állatsimogató. Szerencsére utána közben úgy alakult, hogy lett, és ez azért nagy változás volt az iskola életében, és örülök, hogy így alakult végül is. Tudtad kamatoztatni esetleg ezt a tudásodat otthon is? Tehát otthon is vannak kis jószágaid, vagy voltak? Vannak, és voltak is. Mindenképpen tudom, meg a jövőben is fogom szerintem. És mi? Akkor áruld el nekünk, hogy mi lesz a jövőben. Ugye most hatodikos vagy, de azért már szerintem nagyon szépen fogalmazol, és gondolom, hogy már a gondolataid azok már célirányosan egy középiskola felé vannak orientálódva. Mit szeretnél majd? Én mezőgazdás szeretnék lenni, pontosabban állattenyésztő, majd a Debreceni Egyetembe akarok tovább tanulni, előtte pedig a Vasvári Pál gimnáziumba. És az állattenyésztésen belül mik azok az állatok, amelyek közel állnak, leginkább közel állnak a szívedhez? Inkább nagy testű állatokkal szeretnék majd foglalkozni. Nagyapámnak a vonala ez az állattenyésztés, ő is állattenyésztéssel foglalkozott, úgyhogy mindenképpen a nagy termetű állatokkal szeretnék majd foglalkozni. Gondolom, nem az elefántokra gondolsz? Nem. Tehát lovakra, szarvasmarhákra? Inkább szarvasmarha, meg jó. Meg jó. Igazgató úr, nagyon sok ilyen eltökélt és nagy tudású diákja van, mint Máté? Igen, büszkék vagyunk Mátéra is, és vannak még tanulók, akikre igen, nagyon büszkék vagyunk és kiemelkedőek. Úgy gondoljuk, hogy ha a lehetőségek adottak egy intézményben, akkor a tehetségek is ki fognak alakulni, és ki fognak tűnni, és hogy igazából megyein és országos szinten is kiemelkedőek tudunk lenni. Említette Máté, hogy ezek a kis termetű állatok ugye ilyen asszisztált terápiában nagyon jól használhatók. Hogy kell ezt a valóságban elképzelni? Tehát hogy működik ez? Vannak kifejezetten mondjuk terapeuták, vagy pedig igazándiból minden
ki, aki ott van az iskolában, előbb-utóbb ennek valahogy természetes módon lesz a részese. Több szinten kapcsolódnak be a gyerekek. A napi programjuk által vannak tehetség, kimondottan tehetség, ökomodul, ami a tehetségprogramot segít elő, de vannak olyan napi szinti látogatások, ahol inkább a terápiás jelleg. A terápiás jelleg azt úgy lehet elképzelni, hogy a gyerekek leülnek, ülbe vesznek egy általuk kiválasztott kis nyuszit, hőcsögöt, kis állatot, cicát, és akkor akinek melyik állattal van legjobban kapcsolat, és akkor annak keretén belül, ugye ez ki is alakul az a kontaktus. Az etetés, a gondoskodás, az által kapcsolatos megismerkedés, és vannak, akik félnek ez a félelmeket, ugye ha megismeri az állatot, nagyon szépen le tudja küzdeni, és át tud billenni olyan szinten, hogy ő lesz a legnagyobb rajongó, meg a legnagyobb kedvelő, tehát sok szempontból úgy gondoljuk, hogy használható a vérnyomás, a légzés lelassul, tehát nagyon sok olyan pozitív hatása van a szakirodalomban, amit most már mi azért meg tudunk, magunk is bizonyítani tudunk. Igen, ezt ugye biztos többen olvasták a nézők, hogy azok az idős emberek, akik esetleg magányosan élnek, de kutyájuk vagy cicájuk van, és ez gyakran van ölbe, akkor sokkal kiegyensúlyozottabb a vérnyomásuk. Hát nem csak ebben különleges az iskola, és azokban a programokban, amit a gyerekeknek kínál, hanem ugye azért ezt a módszert szerintem, ha lehet mondani, népszerűsíteni érdemes, és kell is, és akár különböző szakmai fórumon megmutatni, mennyire nyitottak a többi intézmények, és mennyire szeretnének ezt a példát ellesni, és megvalósítani a saját oktatási intézményükben. Igen, egyre több érdeklődő van országosan is. Egy kiemelkedő esemény volt az előző év végén, az Országos Oktatási Hivatal az ökoiskolák téma hetén előadóknak kérte fel az intézményt, úgyhogy 530 ökoiskola részére tartottunk online előadást ebben a témában. Azóta az érdeklődők száma igen megnövekedett, úgyhogy Debrecentől Rákóczi falváig igen sokan keresnek bennünket. Máté, hogy van ez mondjuk vasárnap otthon készül az ebéd, és anya tisztítja a sárgarépát, akkor te gondolsz a kis jószágokra, és ezt be lehet vinni az iskolába? Tehát ez egy bevált módszer, hogy mondjuk a felhasználható konyhai hulladék az ilyen módon nem komposztálásra kerül, hanem a négy lábúak vagy a két lábúak fogyasztják el a hét későbbi részében. Mindenképpen lehet adományozni az iskolának akár ilyen módon is, vagy akár zsákostul bármilyen takarmányt. Szerencsére segítenek is állatcsomagatóknak, így az kis állatok sose éheznek, szerencsére, de mindenképpen lehet ilyesmit is csinálni. Egyébként az, hogy ők jól érzik magukat, ez biztos az is bizonyítja, hogy vannak, tehát hogy van szaporulat és születnek kicsik. Hány nyuszival indultatok és most hányan vannak? Hát mindenképpen szaporodtak a nyuszik is, de általában, amikor a szaporulat megvan, hogy ne legyen túl sok a létszám, általában elkerülnek az átcsomagatóból, de mindenképpen növesztjük, ahogy az iskolában a gyerekek is többen lesznek, úgy nő az állatok létszáma is. Te egy kicsit olyan főnök vagy ott az állatcsimogatóban? Vagy bennfentes? Szoktam én is lejárni az átcsomogatóba, de nem ott töltöm a nap legtöbb részét. Hanem gondolom, hogy tanórán, hát igen, neked is persze. Be kell járni órára. Igazgató úr, Máté és Süti, köszönjük szépen, és azok, akik most gondolkodnak azon, hogy vajon a kis ovis gyerkőcüket hová írassák, azoknak ajánljuk, hogy menjenek és nézzék meg mindezt élőben, mert hogy egy csoda. Köszönjük még egyszer. Köszönjük, hogy itt lehettek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a következő percekben színházba megyünk, ahol elkezdődött a Kapj el, ha tudsz című musical próba folyamata. A darabról a rendezőt, Horváth Illést kérdeztük. Olvasó próbára gyűltek össze a Móricz Zsigmond Színház színészei. A társulat a Kapj el, ha tudsz című musical ősbemutatójára készül. A történet szerint Frank, akit Jenővári Miklós alakít, egy átlagos amerikai tinédzser, aki a családi problémák miatt elszökik otthonról, és sajátos karrierbe kezd. Mindig más alakot öltő, zseniális szélhámos lesz. Szédítő virtuózitással csekket hamisít, másodpilótának, orvosnak és ügyvédnek adja ki magát. Frank brilliáns, üstökösszerű pályafutása az egyik legjobb, csalásokra szakosodott FBI ügynök érdeklődését is felkelti. Az ügynök Éhes Ákos alakítja, üldözni kezdi a fiút, és az izgalmas párbaj mélyén egyre több szál köti őket össze. A musicalt Horváth Illés rendezi.
Ennek az eredeti egy film. A 2000-es évek elején Steven Spielbergnek volt egy filmje, ugyanezen a címen, Kapjál, ha tudsz, és én azt a filmet nagyon szerettem. Azt emlékszem, még fiatal koromban, gyerekkoromban láttam azt a filmet annak idején, amikor a mozik vetítették, és nagy hatást gyakorolt rám, és örömmel fedeztem fel, hogy a Broadway-n aztán a 2010-es évek elején készítettek ebből egy musical adaptációt a kinti színházok, és kapva kaptam az alkalmon, hogy akkor ezt mutassuk be, mert a sztori az izgalmas, szellemes, kiváló alakításokra ad lehetőséget, és nagyszerű lett a musical adaptáció, nagyon hangzatos, kiváló dalok vannak benne, látványos koreográfiákat lehet majd rácsinálni, szóval egy igazán nagy show műsort lehet kerekíteni ebből az egészből. Hogy alakul a szereposztás? Már kialakult, Jenővári Miklós játssza majd a főszerepet, és Ilyes Ákos az ő partnerét, ők lesznek a rabló és a pandúr, úgyhogy az ő párharcukról szól majd ez az előadás elsősorban. Exkluzív és személyes előadás! Azt hiszem, az életed egy show műsor? Sosem volt erényem a szerénység. Sem a erényesség. A több Tony-díjra jelölt zenés játék kiemeli a váratlan és érzelmes fordulatokban egyaránt bővelkedő, szellemes történetet, zenei anyaga dallamos és magával ragadó. Egy ilyen revűs jazzes musical világa van, úgyhogy kifejezetten kellemes fülbemászó dallamok, amik legtöbbször nagyon dinamikusak és energikusak, úgyhogy nagyon, nagyon számítok rá, hogy látványos dolog lesz. Közel áll önhöz a musical műfaja? Furcsa lenne azt mondani, hogy nem, hiszen csak ebben a színházban már, ha jól számolom, a harmadik Broadway musical lesz, amit csinálok, és még csináltam egy magyart is, a Jó estét, Nyár, Jó estét, Szerelmet. Szóval igen, mondhatom, hogy közel áll hozzám, a zenét nagyon szeretem, alapvetően én magam is nagy civilben sok zenét hallgatok, nagyon fontos szerepet játszik az életemben, úgyhogy mindenféleképpen igen, közel áll hozzám. Nem azt mondom, hogy kizárólagos műfaja az életemnek vagy az alkotásaimnak, mert mindenféle előadást csinálok, de mindig öröm, amikor musicallel lehet foglalkozni, szeretem. Bekapcsolhatom, apa? Persze, fogom. Bekapcsolja egy kis rádiót, ráadásul színes kis rádiót, amelyben az folytatja az előző dalt, mintha műsorban szólna. Egy sor éneklés. Nem távolodunk el nagyon a színháztól, hiszen következő vendégünk Pregicel Fruzsina. Azonban vele most mégsem színházról, hanem egy könyvről fogunk beszélgetni. Szia Fruzsi, jó estét! Egy könyv bemutatóról, igen, ugye? Amelyre egyébként február 26-án vasárnap délután 17:30-kor kerül majd sor a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. És én azt olvastam erről a könyvről, hogy tulajdonképpen napjaink ortodox világának egyik spirituálisabb könyve és legnépszerűbb könyve. Hogy kell ezt érteni egészen pontosan? A könyv egyébként Arszenyi atya életéről szól. Most karácsonyra Dobos András szemináriumi rektor atya karácsonyi ajándékként átadta nekem a könyvet, és amikor csak azon kaptam magam, hogy 200 oldalt egybe olvasok belőle, és nem tudtam letenni. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szerveztük ezt a könyv bemutatót. Arszenyi atya egy a gulágokon élő bebörtönzött szerzetes volt, és igazából az ő, illetve a körülötte élők és az ő találkozásairól szól ez a könyv, teljesen általánosságban. Volt egyszer egy művészettörténész valamikor a 20. század legelején, aki addig tanulmányozta az ikonográfiát, és egyáltalán ezt az egész lelki kultúrát, így kell, hogy fejezzem ki magam, mert az ikonográfiában így szokták megfogalmazni, lehet, hogy kicsit
ilyen, egyszerűen fogalmazom meg olyan kívülállóan, de hogy amikor egy igazi ikonfestő képet alkot, akkor nem is ő, nem az ő keze működik, hanem a Szentlélek, az Úristen, nem ember által festett képmásokat hoznak létre. Tehát Arszenyi atya eljutott odáig ez az ember, hogy egyszer csak nem tudott más tenni, mint szerzetes lett, tehát kilépett a világi világból. És hát nem szeretem a szerencse szót használni, de meg a szerencsétlenséget, de valahogy a Jóisten kifürkészhetetlen akaratából úgy alakult az élete, hogy éppen a szárva szökkenő sztálinizmus idején kezdte úgy szerzetesként tenni a dolgát, és amikor templomokat romboltak le, amikor papokat börtönöztek és végeztek ki, így került ő is a gulágokra, és igazából a könyv az ő találkozásairól szól. Rabtársakkal, de rabtartókkal, de vallatótisztekkel, katonákkal, akik hősként, hősies tetteket hajtottak végre, védték a hazát a II. Világháborúban, és hogy nem a gulágokon kötöttek ki. És mindezeken túl nagyon érdekes, hogy kivétel nélkül, akik találkoztak az atyával, azokon hatalmas változás, azok hatalmasat változtak. Személyes érintettségem folytán, édesapám ugye 16 évesen került ki a gulágokra, azért kell mondani gulágok, mert ez egy összefoglaló név, ez a büntető táboroknak az összefoglaló neve, és 8 évet volt kint, és édesapám alig mesélt valamit, és amikor ezt jobban elkezdett foglalkoztatni, akkor mindent próbáltam utána olvasni. És a sok kezembe került irodalom után ez a könyv számomra azért adott sokkal-sokkal többet, mert a szenvedésen és a fájdalmon túl, ami természetesen megjelenik a könyvben, van valami olyan megfoghatatlanul időn túli valami, hogy mitől lehet kibírni a szenvedést, mitől nézünk úgy egymás szemébe, hogy mégsem a fájdalom és a kínlódás az, ami dominál. A könyvről még azt is el kell mondani, hogy Sztálin halála után még jó édesapám akkor hazajöhetett 53-ban, de atyának az élete azért nem volt ilyen olajozott, és ő még sokáig ott volt a táborokban. Aztán egészen a 70-es évekbeli visszaemlékezések is megjelennek a könyvben. Igazából, tehát nem az atya írta le ezeket, hanem azok az emberek nyilatkoztak, adtak riportokat, adtak visszaemlékezéseket, akik találkozhattak vele. Itt besúgók is vannak. Itt nagyon kegyetlen és érzelemmentes vallatótisztek, akik egyszer csak valahogy mégiscsak másképp alakul az élete. Tehát azért megrendítő a könyv, mert annyi sokféle impulzivitású embert érint meg mégis az atya, és egy megrendítő látlelet a sztálini, a hruscsovi, aztán a brezsnyevi Oroszország, Szovjetunióról. Egy kicsit történelmi és irodalmi párhuzamot vonok én Éva Gerner a Döntés című könyvével, mert valahol ugyanaz az élni akarás és az élni tudásnak a művészete is mindennek ellenére, azt gondolom, hiszen ahogy említetted, szinte mindenkinek megváltozik a sorsa, mert valami olyan gyógyító erővel rendelkezik, és olyan karizmával, vagy olyan, nem tudom, isteni erővel megáldva ez a szerzetes. Ez egészen olyan elementáris erejű, hogy minden olvasót is meg tud változtatni, vagy egy kicsit megfordítani esetleg? Én bízom benne, illetve abban bízom, hogy legalább egy kicsit elbizonytalanodik a saját markáns irányahoz képest. Ezért is gondoltam azt, hogy nem elég, hogyha kint van a kirakatban a Szent Miklós kegytárboltban, vagy az interneten megosztogatom
hogy milyen jó könyv, hanem beszélni kell róla. Metropolita atya, Fülöp Metropolita atya fog beszélgetni, Dobos András rektor atya, aki talált egy orosz nyelvi dokumentumfilmet is az interneten, és én nem tudok oroszul, de ő beszámol erről, mert kicsit gazdagabban árnyalja majd a szerzetesi élete előtti életet, amit ebből a filmből megtudható, illetve hál' Istennek eljön hozzánk a fordító, aki kapta a könyvet, tehát nem is ő fedezte fel ezt az anyagot, hanem magyar széken élnek a Sarutlan Kármelita nővérek Pécs mellett egy kolostorban, és ők találták meg, és ezekről beszélnek. És majd én elolvasom, vagy felolvasok abból a fejezetből egy részletet, ami éppen édesapámra emlékeztetett, itt is volt egy zenész, aki, mint ahogy édesapám életét is a muzsika és a hite mentette meg, itt is majd lesz egy zenész, és én nagyon szeretnék abból majd felolvasni a részletet. Ugye ez 1998-ban jelent meg oroszul ez a könyv. Igen. Én úgy gondolom, hogy az eredeti nyelven valószínűleg nagyon kevesen olvasták, de azért most itt van a lehetőség a nyíregyháziaknak, hogy mielőtt fellapozzák, vagy kinyitják a könyvet, egy kicsit már megmerítkezzenek abban az érzésben, ami tulajdonképpen végigkíséri majd az olvasást. Mondhatjuk azt, hogy neked egy gyógyító, terápiás folyamat ez? Egészen a könyvbemutató is? Igen, és mivel több mint 10 éve is papokkal foglalkozom, és őket próbálom tanítani, nagyon érdekes, mert a papi hivatás kétségei is megjelennek, ahogy Arszenyi atya képes önmagáról beszélni, meg hogy birkózik meg papként, szerzetesként egy csomó olyan dologgal, amire nem is gondolnánk, hogy van. Ezért nekem sok tekintetben, mikor a növendékekkel beszélek, azt mondom, hogy itt a recept. Minimum ilyen papnak kell lenni. Rozsina, köszönjük szépen. Hát nem a rendezvény, a könyvbemutató akkor nyitott a nyíregyháziak számára, ugye? Nem mondtam egy nagyon fontos dolgot, hogy a közel-keleti keresztények javára adományokat gyűjtünk, mivel a belépés ingyenes, és a Hungary Helps tudtával és beleegyezésével gyűjtjük a pénzt, mert hát sajnálatos módon mind Afrikában, mind a közel-keleten elég sokat szenvednek a keresztények. Akkor 16 óra 30, február 26 vasárnap. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Az Arszenyi Atya című könyv jótékonysági bemutatója tehát február 26-án lesz, de emellett más programok is várják Önöket a következő napokban Vármegyénkben. Kisebb szünet után újraindulnak a vetítések Nyíregyházán a Krúdi moziban. Március 1-től színvonalas sikerfilmekkel várják a filmrajongókat. A sort a Tölgy az erdő szíve című francia természetfilm indítja, később látható lesz például a Volt egyszer egy nyár, vagy a John Wick 4. felvonás. De lesz Oscar jelöltek napja és frankofón filmnapok is. Egy fergeteges születésnapi műsorral várja a közönséget a Karinti Gyűrűs Aranyosi Péter március 2-án Nyíregyházán. Az 50 éves humorista előadása során a már megszokott sziporkázó stílusra és elképesztő történetekre számíthatunk, így a felhőtlen hangulat ezúttal is garantált lesz. 3 fordulós környezetvédelmi vetélkedőre várják 7.-12. osztályos diákok 3-4 fős csapatainak jelentkezését. A vetélkedő témája a fenntartható és egészséges étkezés kialakítása a húsfogyasztás csökkentésével. A 2 elektronikus forduló után a legjobb csapatok Budaörsön mérhetik összetudásukat a Shave the World nagy főzősóján, azaz a döntőben. Hivatalosan is megnyitja a szezont a Sóstói Múzeum falu március 15-én. Az ünnepi műsor huszárok felvonulásával kezdődik, majd a Görbeszék társulat ad műsort. A nap folyamán a Szabolcs Néptánc Együttes tart táncházat, és az érdeklődők a Kisvárdai Huszár Bandérium lovas ügyességi bemutatóját is láthatják. Egész nap lesz falusi vásár, kézműves foglalkozás és népi játszóudvar is. A korábbi hegymenetes kutyás túrákkal ellentétben most sík terepre, a Hortobágyi pusztára szervezik a Pumitali túrát.
Fokozottan védett természetvédelmi terület, ahol akár őzekkel, nyulakkal és rókákkal is lehet találkozni, ezért a kutyákat csak saját felelősségre lehet levenni a pórázról. A 9 lyukú híd lábától indul a túra az 5 kilométerre lévő Gémeskúthoz. A könnyed sétához bármilyen fajtájú kutyával, de akár kutya nélkül is lehet csatlakozni. Tűz, szenvedély, szerelem. A méltán ismert és elismert Talamba ütő együttes ezúttal a nemzetközi hírű Fuvola művésszel, Horgas Eszterrel lép színpadra. A Francia Szerelem című előadás tulajdonképpen egy időutazás, sok-sok ötlettel, különleges zenei megoldással, talambásan fűszerezve. Megelevenedik Carmen, a gyönyörű, de safety broke könnyelmű cigánylány szerelmi története a Fuvola és a közel 500 ütő hangszer segítségével. Egy fantasztikus Majka koncert lesz március 23-án Nyíregyházán a Continental Arénában, ahol az ország legismertebb és legsikeresebb rappere egy hatalmas koncerttel és egy eszméletlen bulival várja a rajongókat. A koncert különlegessége, hogy a jól ismert dalok, mint a Belehalok, az Elvitted a szívemet, vagy a Mindenki táncol, ezúttal swing stílusban szólalnak meg. A rapper körül pedig profi táncosok forrósítják a hangulatot. Kedves nézőink, a Weekendnek már a vége, de jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Akkor a nőnappal foglalkozunk, majd virágok és ékszerek formájában, de a civil díj átadásáról is mutatunk egy összeállítást. Tartsanak velünk akkor is, kollégáim nevében is köszönöm e heti figyelmüket, jó hétvégét és kellemes pihenést kívánunk, viszontlátásra!